csoda egy perc alatt körülbelül, hogy én nem hagytam el a szüleimet, és ez nem szeretetlenséget jelent, hogy becsapom az ajtót magam mögött, és nem megyek többet haza, hanem amikor megházasodom, akkor a lelki köldökzsinort otthon el kell vágnom, ami a szüleimhez köt, azért, hogy el tudjam mondani nekik, hogy egy új család jön létre, és az onnantól már nem az a család, amiből én kiszakadok, vagy kijövök, inkább kiválok, hanem egy másik család. És Évinek, a feleségemnek ez nagyon sok kínlódást okozott, lelkileg nagyon sokat vergődött amiatt, hogy a férje előbb hallgat meg bárkit a családból, vagy az ismerősök, a barátok közül, vagy a saját feleségét, és ez nekem nagyon komoly bűnöm volt, hibám és mulasztásom, hogy a feleségem valahol a tizedik helyen kurlogott, vagy azután egyáltalán mire meghallgattam. És én ezt abban a székben megértettem, és megfogtam, hogy én ebben is hibáztam. A második mondatrész, hogy ragaszkodik feleségéhez, egy pillanat alatt átvilágította a szívemet, abban azt az igazságot feltárva, hogy én nem ragaszkodtam az én feleségemhez, elhagytam őt tulajdonképpen testileg is és lelkileg is. Soha nem álltam ki mellette egy beszélgetésbe se, egy vitába, amikor kellett volna, nem álltam ott, hogy igazi segítőtársa lehessek, és sajnos ugye odáig süllyedtem olyan mélyre, hogy testileg sem ragaszkodtam hozzá, ezt is megértettem ott egy ültő helyemben. És az ige harmadik része, lesznek ketten egy testé, ezt pedig úgy értettem meg, hogy amikor a válóper már zajlott, tulajdonképpen lelkileg elváltunk, még jogilag nem, én mindig úgy éreztem, hogy valami középen szét akar engem tépni, és kettéje kell szakítani, és nagyon komoly mellkasi nyomásaim voltak, de ez nem infarktus volt, hogy annak az előszele, hanem ez egy ilyen lelki küzdelem, tehát Isten akkor értettette meg velem, hogy itt arról volt szó, hogy egy test és egy lélek vagyunk, és ezt nem lehet szétválasztani csak úgy, hogy szétválasztom, és akkor mindenki megy a saját útjára. Itt Istennek egy teremtéséről van szó, és azt nem lehet az embernek komolyabb tragédia nélkül megváltoztatni és szétválasztani. Évi is ott volt ezen a beszélgetésen, és ő pedig azt kapta Istentől útravalóan, hogy gondolja végig, hogy egy nőnek mi a feladata, Isten mire teremtette, és ő is megértette ezt, hogy nem biztos, hogy az üzleti életben a családtól távol kell küzdenie és megmutatnia, hogy ő milyen nagy és erős, hanem otthon kell lennie és családjával kell válnia. Gyakorlatilag az életnek két olyan igazságát értettük meg ott, amit ember nem érthet meg pár perc alatt. Ez egy isteni beavatkozás, és mondjuk ki bátran, hogy egy isteni csoda történt ott abban a lelkészi hivatalban. Amikor mi eljöttünk, akkor Kálmán bácsi annyit mondott az ajtóba, hogy Pali és Éva magunkat nem fogja semmi más megmenteni, csak az imádságba áll ez a télet. És gondolkoztunk is ott, bocsánat, hogyha már utólag már bevallhatom, hogy magamban hasonlítottam is, hogy hát ez nagyon szépen hangzik, hogy imádságba áll ez a télet, de hát én még életemben nem imádkoztam, hogy mi lesz ebből, én nem tudom. Viszont azt tudtam, hogy Isten megszólított, és azt tudtam, hogy ha igaz az, ami a Bibliában le van írva, akkor Isten létezik. Én nem láttam még Istent a teljes nagyságában, nem értettem az ő személyét. Homályosan, részlegesen láttam én az ő igazságát. Nem tudtam, hogy ki Jézus Krisztus, hogy ki Isten, ki Szentlélek Isten. Én egyet tudtam ott az igén keresztül, hogy Isten létezik. Ő megmutatta magát. Talán úgy fogalmazhatnám, hogy mindent megmutatott, és azt mondta, hogy döntsd el, hogy ezt akarod, hogy az életet választottad, vagy pedig a halálba sorolod, nem csak lelkileg, hanem tulajdonképpen fizikailag is véged lesz előutóbb. Hát ezt értettem meg, hogy amikor az életem lángoló, tartó oszlopai elkezdtek recsegni, ropogni, és megroppantak a roppant keresztékek, amiről azt gondoltam, hogy nem tud összeomlani, nagy stabilan állok, akkor dobott egy mentő kötelet Isten,
egy mentővet, hogy abba kapaszkodjak, döntsem el, hogy akarom-e, vagy pedig elveszek. Mi kimentünk oda a templom előtti térre, ezekkel a gondolatokkal a szívünkbe is, nem vagyok egy sírós típusú ember, de azt mondom, nem szégyen, és Isten előtt most már tudom, hogy mindegy, hogy férfi vagy nő sír, mi egy óra hosszat mind a ketten sírtunk, és tulajdonképpen ez már egy örömteli sírás, és egy nagy megrendülés volt bennünk, hogy egyáltalán megláthattuk egy pillanatra Istent, és a reménység született ott meg bennünk, hogy, hogy van folytatása az életünknek, és nem kell elválnunk, és tulajdonképpen nem kell a családunknak és magunknak is elpusztulnia. Még aznap feleségem hazaköltözött, és nem tudtuk, hogy hogy lesz ez, mit lesz ez. Fogalmunk se volt, hogy mi hogy tudunk egymás mellett továbbra is megmaradni. Két napig sumákoltunk, nem imádkoztunk, de utána az egyik este elhatároztuk, hogy hát mégis megpróbáljuk, és akkor nagy bironkodva a leoltott lámpánál, ugye, hát mi a nagy mindentudó ember, aki tudja, hogy merre kell menni és mit kell csinálni, elkezdtünk a saját szavainkkal imádkozni, megszólítani Istent, és tulajdonképpen Isten ezt hallgatta meg, ezt a szívből jövő imádságot, ami egyszerűen, de világosan és szívből és Isten keresően szólt, és erre tud ő válaszolni, és erre akar is válaszolni, bárki szólítja meg így, ilyen nehéz helyzetében. Utána nagy öröm volt a szívünkben, mert Isten megmutatta magát, és olyan csodálatos utat mutatott nekünk, hogy mitől kell megszabadulni, mit kell az életünkből kidobálni, hogy nagy örömünkbe el is kezdtük ezeket a kacatokat kidobálni a mi életünkből. A mi életünkben a legnagyobb gondot ugye a pénz és az ahhoz kötődő vállalkozások jelentették, mert azok vittek a torz irányba, és a vélt gazdagsághoz vezető út az nem Isten szerinti volt, hanem emberi, mondjuk ki, hogy lopás, csalás, korrupció, hazugság, erre is rá kellett jönnöm. Úgyhogy a mi életünkben Isten úgy kezdte a rendrakást, hogy eladtuk ezeket a dolgokat a vállalkozáshoz, ami kötött minket. Ez egy 2-3 hónapos folyamat volt, közben imádkoztunk, hogy mikor, mit kell eladjunk, és szépen megszabadultunk ezektől a dolgoktól. Közben az én feleségem is belátta, Isten megmutatta neki, hogy az az, amit a természetgyógyásznál megkezdett, azt Istenre kell befejezni, és ezeket a gonosz utakat megtagadni. Ő nagyon mélyre süllyedt ebbe, egészen az asztaltáncoltatásig és ilyen szeánszokig, ilyen mélységből mentette ki Isten. Úgyhogy végül is a mi házasságunk, a mi kapcsolatunk ezt a mélységet megjárta, és nagyon sok borzalom köthető ehhez. Én ezt nem akarom ilyenben ecsetelni, de azt szeretném elmondani, hogy Isten érít is egy igével, az 5 Mózes 18:9-14-jel mentette ki a halálból, és én szeretném is ezt az igét most felolvasni. Nagyon fontos eleme volt ez a mi házasságunk rendőrjövetelének, hiszen napvilágra kellett kerülnie annak, ami ebbe a szóba is, hogy okkultizmus benne van, ami rejtve volt. Az 5 Mózes 18:9-14 alapján így szól az ige: ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslás, tűző, se jelmagyarázó, kuruzsó vagy igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket Istened, az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi meg az Istened, az Úr.
ez volt az, ami fontos területen teljes rendet rakott a szívünkbe, és le tudtuk tenni ezeket a bűnöket közösen. Nagyon fontos állomása volt, amit Isten elvégzett bennünk, hogy megláthattuk a bűneinket. És ez is folyamatos dolog volt, tehát nem úgy történt, hogy egyszerre minden bűnt megláthattunk, hanem Isten tudta, hogy mikor mit kell megmutatnia, és tudta, hogy mikor milyen bűnre mutat rá keményebben, és mi ezeket letehettük, és ezektől a bűnöktől megszabadulhattunk. És elfogadhattuk Krisztus kegyelmét, fölismerhettük, mint megváltót, és biztosak lehetünk abba, hogy örök életünk van, és hogyha meghalunk, akkor mi a mennyországban fogunk találkozni az én feleségemmel, és ezért szeretnénk a mai napon is Istennek dicsőséget adni. Köszönjük szépen, Pál, csak annyit, hogy mi van ma, két mondatban. Igen, ma annyi van, hogy még született a meglévő két gyerekünk mellé két csemeténk, és boldogan Isten követve élünk és járunk abba a gyülekezetbe, ahol Isten minket megszólított, ez pedig a vasaréti gyülekezet, és bizonyságot tudunk tenni együtt is, külön-külön is arról az életről, arról az útról, amit Isten mutatott nekünk, és ahogyan megfordította, és a halálból az életre vezette a mi utunkat. Köszönjük szépen! Isten áldjon meg benneteket, és mi is megtudtuk, hogy Isten több, mint természetgyógyász, ugye? Ő a természetnek az alkotója, és mi áldjunknak. Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Akarom mondani, hogy hál' Istennek ezt a lelkész irodát mi is felállíthatjuk, úgyhogy holnaptól kezdve működni fog, most Pasarétről ide költözött a lelkész iroda. Hát nem olyan, mint a Pasaréti, én abban nem jártam, de gondolom, hogy szebb, mint a milyen. Viszont ez is csendes. És ha Isten értet, akkor minden napon, tehát hétfőtől kezdve, jövő vasárnapig, délután 3-tól 5 óráig Cseri Kálmán lelkipásztor testvérünk ott lesz ebben az irodában, és szeretettel várja azokat, akik vele beszélni akarnak, vagy illetve valamit Isten elé akarnak vinni, le akarnak venni. Ne szégyeljük ezt, ezért vagyunk. Isten azért adott szolgákat, hogy rajtuk keresztül az emberek megtalálhassák őt. Néhány fontos tudnivalót. Ezen az asztalon itt látunk poharakat és vizet, ahol bejöttünk, ott is volt egy asztal, ott is van több pohár, és van több üveg víz is, ha valaki megszomjazik, nyugodtan felállhat Isten tisztelet alatt, és nyugodtan menjen oda is igyon. Illemhely pedig, itt ahogyan kimegyünk, egyenesen előre kell menni, és ott ég egy kis égő is, meglátjuk, és megtaláljuk azt Isten tisztelet után. Hál' Istennek megjött az internet is, szeretettel köszöntöm mindazokat, akik az interneten keresztül csatlakoznak, vagy csatlakoznak hozzánk. Isten áldja meg az ő ige hallgatásukat is. Most ige hirdetés előtt egyetlen egy éneket énekeljünk még, talán feleletként erre a bizonyságtételre is, a 339. énekünket, 339. énekünket lelki próbáinkban Jézus légy velem. Énekeljük végig. Lelki próbáiban Jézus Amen.
Isten igényét, testvéreim, a Máté evangélium a 7. részének 13. és 14. verseiből. Jézus Krisztus mondja ezt: menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hálás vagyok Istennek, hogy ha ő megtalált minket, egy héten át esténként együtt hallgathatjuk az ő igényét. Engem sokszor elszomorít az, hogy nem becsüljük meg eléggé, hogy beszélő Istenünk van. Ezt úgy megszoktuk, mintha magától értetődő lenne, hogy az az Isten, aki az ő szavával ezt a világ mindenséget megteremtette, hozzánk kis műtyőke senki emberekhez is személyesen, kedvesen, türelmesen, meggyőzően szól. Az a kevés jó és szép, ami az életemben van, mind Isten igényének a gyümölcse. Itt most nem fogok megélni arról, mert ennél fontosabb dolgokról szeretnék majd beszélni, hogy annak idején már gyerekkoromban, a kecskeméti templomban, akár egy-egy ilyen esti alkalommal, akár a vasárnapi ünnepi Isten tiszteleten, mi mindent értettem meg Isten igényéből, egy ige hirdetést hallgatva, és mi minden változott meg annak nyomán az életem. Ha Isten érted minket, holnap este majd valamit erről szeretnék mondani, de jó lenne, ha már most megtelne a szívünk hálával azért, hogy szóba áll velünk Isten, és hogy az ő szava életet támaszt. A tesszalonikai levélből derül az ki, hogy megkérdeztették valószínűleg a tesszalonikai hívők Pál apostolt, hogy te mi az oka annak, hogy így csodálkoznak rajtunk, meg hogy ilyen hitele van annak, amit mi másoknak is mondunk. Úgy olvassuk, hogy kizendült az ige abból a gyülekezetből, és sokan lettek hívőkké a környezetükben is. És Pál azt mondja, hogy ennek az az egyszerű oka, és innentől kezdve szó szerint idézem a Szentírást, hogy ti, amikor hallottátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten igényét, amint hogy valóságban az is, és ez munkálkodik bennetek, akik hisztek. Azt mondja az apostol, attól változott meg az életetek, úgyhogy csodájára járnak a környezetetekben neki, meg ti is csodálkoztok rajta, hogy komolyan vettétek, amit mi Isten igényeként mondtunk nektek. És nem úgy hallgattátok, hogy mit akar ez az idegenből jött nyisztett Pál apostol, hanem azt mondtátok, hogy ha ezt az Isten mondja, komolyan kell venni. És befogadtátok Isten szavaként, és elkezdett dolgozni bennetek ez az ige. Az Új Szövetség eredeti görög szövegében az mond, hogy energiát fejtett ki. Isten igényeként fogadtátok, és az átalakított benneteket. És ezért jött rendbe sokótoknak az élete, ezért van hitele annak, amit mondtok mások előtt is, ezért lehetetek ti áldássá mások számára. Jó lenne, ha mindig így vennénk kezünkbe a Szentírást. Maga a mindenható Isten akar most nekem személyesen valami fontosat mondani. Akkor hegyezem mind a két fülemet, ahogy egyik énekünk mondja, kinek szavát lesem, kinek szavát lesem, és komolyan is akarok lenni. Ezért él meg sok áldozatot, minden áldozatot az, hogyha sok mindent féltéve, mi Isten igényére figyelünk. Ma este Jézus Krisztusnak egy meghívását szeretném átadni, aztán ha élünk, holnaptól kezdve majd a vakon született meggyógyításának a történetét szeretnék részletesen tanulmányozni. Jézus meghív bennünket az Isten országába. Isten országa azt jelenti, hogy az Isten királyi uralma, ahol megvalósul az ő akarata. Mi nem ebbe az országba
születünk, hanem ezen kívül jövünk mindjárt a világra. Ez az oka annak a sok bajunknak, ami van, meg amit okozunk egymásnak is. És Jézus Krisztus ebből az idegen országból, ahol tönkre megyünk, fogad minket az Isten országába. És ebben a két mondatban, amit sokan a testvérek közül könyv nélkül is tudnak, Jézus két utat, két életmódot állít elénk. Tulajdonképpen egy képet állít elénk, azt mondja, hogy van széles út, és van keskeny út. Vagyis lehet így is élni, meg lehet nem így is élni. És ő azt szeretné, hogy mi nem így éljünk, mert nekünk az lenne a jó. És ő lehetővé tette, hogy átjöjjünk az Isten országán kívüli pokolból, az Isten közelségébe, ahol már az örök élet itt ezen a földön megjelenik a hívőknek az életében. Mi a különbség a két életút, a kétféle életmód között? Négy különbséget említik Jézus. Az első a bejáratnak a szélessége. Azt mondja, hogy széles az a kapu, amelyik a széles útra vezet, de nagyon szoros az a kapu, amelyik a keskeny útra vezet, amelyik út aztán az életbe torkol. A széles út a tágas kapunát érkezhet az ember, ami azt jelenti, hogy vihet magával mindent. Mehet magas lovon, kísérhet és követheti, dicsekedhet, andabandázhat, azudozhat, úgy, ahogy azt általában is szokták az emberek, viheti az érdemeit, vihetik előtte bársonypárnának kitüntetéseit, dicsekedhet teljesítményeivel, viheti a bűneit, senkit nem zavar, senkinek nem is kell, vigye csak ő, terhelje ő minden bűnnek, így vonulhatnak be az emberek széles útra, a tágas kapu. Ezzel szemben a keskeny útra nagyon szoros kapu kell belépni. Olyan szoros, hogy semmit nem vihet magával az ember. Csak ő maga kell. Istennek csak mi magunk vagyunk fontosak. A mennyország kapujában senkit nem érdekel az, hogy mi milyen hőstetteket hajtottunk végre, amiknek általában a feleség igazából elmeséljük. Nem érdekel senkit az, hogy mennyit szenvedtünk, a teljesítményeink, ott minden kívül kell hagyni. De ez az egyetlen hely, ahol kívül lehet hagyni, ami nyomasztó, megnyomorító bűneinket is. Ott szépen a szoros kapu előtt le kell és le lehet pakolni, és zsebben, szívben, suba alatt, palást alatt semmi nem lehet elkezdeni. Csak az ember kell egyedül. De az ember nagyon fontos annak az Istennek, aki ott bévül várt bennünket. Annyira fontos, hogy népszerint számon tart minket. Ne félj, mert megváltottad, neveden hívtad, enyém vagy. És ott belül minden el van készítve, személyre szólóan, amire ebben az életben és az örökké valóságban szükségünk. Ez tehát az egyik különbség. Széles útra vihet minden, a keskeny útra csak az léphet be, aki a szoros kapu előtt lepakol mindent. Semmit nem vihet magával, de semmire nincs is szükség. Minket várnak. A másik különbség az útnak a mérete. Az egyik széles, a másik keskeny. A széles úton mindent lehet csinálni. Lehet csalinkázni jobbra-balra, előzni egymást, lehet nyugodtan elgázolni egymást, és aztán cserben hagyni. Ott nem szokás egymással foglalkozni, ott nem esik meg a szíve senkinek. A másikon ott lehet előzni, ott nincsenek gátak, gátlások, ott mindenki maga szabja meg a törvényét, és sokszor a feje tetejére áll az, ami egyébként normális lenne. Aki lop, az ügyesnek nevezik, nem tolvajnak. Aki nagyobbat üt vissza, mint amikor kapott, az megdicsérik, hogy erős. A széles úton erejének számít az, ami Isten szerint. A keskeny úton nem lehet így össze-vissza közlekedni. Ott leginkább is az előttünk járó Jézus Krisztus lábanyomával lehet lépni. Ott egyet.
téli napon, amikor előző éjjel nagy hó esett, beláldozott az öcsém, és be kellett menni reggel a várunkba gyógyszerért. Na de nem lehetett látni az ismerős kis ösvényt. Édesanyám féltett, hogy eltévedek ott jobbra-balra. És akkor eszembe jutott, hogy minden reggel korán Ali bácsi megy be dolgozni, megbeszélték vele, hogy én is fölkelek korán, és én csak lépkedek szépen a Ali bácsi nyomába. Csak azt kértem tőle, hogy egy kicsit rövidebbeket lépjen, mint ahogy szokott. És máig emlékszem arra, hogy ugye nagy volt a megbízatás, és egyedül kellett visszajönnöm, már előre féltem tőle, semmi másra nem figyeltem, csak arra, hogy hova lépett a csizmával. És akkor lehetőleg én is oda lépjek, és így szépen megérkeztünk a gyógyszertárhoz. Visszafelé egy kicsit már nehezebb volt, de azért még látszott a lábnyom, úgyhogy hazavezetett engem ott a hósivatagban. Nos, a keskeny úton ez a nagy lehetőségünk. Nem nekem kell kitalálni, hogy most merre kell menni, jó-e az irány, ha esetleg valami elágazás van, két út állt előttem, melyiken induljak, ott van a lábnyom előttem. És amíg én ragaszkodom az Úr Jézus Krisztushoz, addig biztos, hogy célba fogok élni. A harmadik és legnagyobb különbség a két út vége, hogy hova vezet. Azt mondja egy Jézus, hogy a széles út a pusztulásba, a kárhozatba vezet, a keskeny út az élet. A széles út a pusztulásba, csak hogy ez sehol nincs kiírva. Ott nem szokták tájékoztatni az áldozatokat, akik egyszer azon az úton elindultak, csak pusztuljanak el mindjárt. Itt szólal meg az evangélium, az örömhír, hogy az Úr Jézus gondoskodott arról, hogy a széles úton járókhoz is eljusson az a fontos információ, az a jó hír, evangélium, hogy van egy másik. Nem csak így lehet élni, bele a biztos pusztulásba. Van egy másik út, amelyik az életre vezet. Annak van egy bejárata, ez a szoros kapu, és azon be lehet menni. És oda hívja ő, mint azokat, akik aztán komolyan veszik majd az ő hívását. Ő nyitotta meg ezt a szoros kaput előttünk. Ő gondoskodik arra, hogy halljuk az ő hívását, például itt ma este is. Ő fog bátorítani, hogy merjünk lepakolni ott a kapu előtt és belépni, aztán a kapun belül is majd ő visz minket előre, dicsőségről dicsőségre. És a negyedik, amit érdemes még megkérdeznünk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy az egyik úton vagy a másik úton járjunk. És itt a Bibliának meglepő a válasza, és jó lenne, ha ezt ma este végig gondolnánk és komolyan lennénk. Azt mondja a Szentírás, hogy ahhoz, hogy valaki a széles úton járjon és elpusztuljon, elkárhozzék, semmit nem kell tennie. Mert minket mindnyájunk, az az édesanyánk, mikor a világra hozott, legnagyobb jó szándékával is a széles út bejáratával. És mi ezen az úton indultunk el mindnyájan. És mit kell tennie annak, aki az élet útján a teljes, az örök életbe akar megérkezni? Először is meg kell hallania a hívást, meg ezt, hogy van egy másik út is, és az nekem jön lenne. El kell hinni, hogy ez nem tök, engem nem akar becsapni senki, ez élet kérdés számára. Hogy megállok-e, és átmegyek-e a másik úton, mert csak az visz az életre, vagy pedig nem. El kell hinni. Aztán meg kell állni, miközben nagy a sodarás, és visz magával előre a tömeg. Át kell menni oda, esetleg ezt némi megjegyzésekkel kísérni. Családtagjai, ismerősök, munkatársa, megszentültél, megbolondultál, mi történt veled. Ez egyik érettségi találkozón mondták nekem, hogy te egész normális gyerek voltál, és milyen jól fociztál, és most így meghűltél, és életen át ezt akarod hirdetni. Aztán beszélgettünk azzal, aki ezt mondta, ezt csak zárójelben jegyzem meg, és néhány év múlva váratlanul megjelent egy hasonló problémával, mint amit most hallottunk a testvérünktől, hogy te hát sehol se vagyunk a feleségemmel, hát ti hogy csináljátok azt, hogy már évtizedek óta még szeretitek egymást? És lett belőle egy, meg
komoly beszélgetés, és ma is boldogok, hogy mindig szeretik egymást, mert közben megismerték az Úr Jézust. Nos, ahhoz tehát, hogy valaki az éles úton átmenjen a keskenyre, gondolkozni kell, dönteni kell, cselekedni kell, lépni kell, de mindenben nincs egyedül az ember. Az olyan különös volt, hogy az első pillanattól kezdve éreztem azt, hogy nem én csinálok itt valamit, hanem Isten szeretete vonz, szinte ellenállhatatlanul, amíg tudatosodott és bennem az, hogy mit végzett ő el, vagy kicsoda ő, vagy mit készített el neked, és akkor már tudatosan engedelmeskedtem neki. Itt a kérdés, testvérek, az, hogyha ennyire világos ez a helyzet, hogy mindnyájan pusztulásba indulunk, de Jézus Krisztus az életre hív minket, és át lehet menni a széles úton a keskenyre, akkor nagyon kellett Jézusnak mégis ezzel befejeznie, hogy kevesek vannak, akik megtalálják azt. Akkor miért nem mindenki özönlik boldog a szoros kapuhoz, és menne át a keskeny útra? Azért, mert rettenetesen nehezünkre esik az, hogy tudomásul kell vennünk, hogy mindent leakadhatok a szoros kapunál. Hogy nincs szükség, tényleg nincs szükség az én teljesítményeimre, érdemeimre, erényeimre, jóságomra, jó cselekedetemre. Ez nem fizető eszköz volt. Ez csak gond és teher, lepakol. Én semmit nem tudok tenni ezért. Minden Jézus tett meg ért. Én csak tudomásul vehetem ezt hálásan, ezt nevezi a Biblia ittnek, amikor komolyan veszem, hogy Jézus mit tennek értem, és kinyújtom a kezemet, és megköszönöm, hogy ez az egyik. A itt, a kinyújtott kéz, amivel elfogadom Isten ajándékait. És nem akarok megszolgálni, megfizetni, megérdemelni, mert nem lehet, nem tudom. De a velünk született ős büszkeség, az a gőg, ami ott van minden szívében, megakadályozza ezt. Egyszer az ifjúsággal kirándulni mentünk, és nagyon szoros szakadék, szorosan résen kellett átrésenni magunkat. Mondták, hogy aki hátizsákot hozott, le a hátról kipakolni belőle, összelapítani, mert mi is csak lapjával férjük át. Volt valaki azt mondta, nem, ő átrésenni a hátizsákját. Ott kínzódott, viszködött, elpattant először az egyik, aztán elpattant a másik múltni, aztán mégsem tudta átvinni, mert még egy lomba is volt benne, és nem fért át azon a szorosan. És még ott kínlódunk, még ha eljutunk is a szoros kapuig, hogy Uram, majd én, meg én ezt tettem, meg azt tettem, ahelyett, hogy megaláznánk magunkat, és azt mondanánk, hogy jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogózva, és köszönöm, hogy neked én vagyok fontos, és nem az a sok holmi, ami eddig is csak teherhez volt a hátamon, és így, amint vagyok, sok bűn alatt, jövök hozzád, az egyik kalotaszai templomban tapasztaltam azt, amelyik körül van véve egy alacsony kis fallal, és azon van néhány ajtó, hogy az az ajtó, amit bejárnak, 1 méter 50 centi magas. Tehát még egy alacsony embernek is le kell hajtani a felé. Azon kívül oda tettek küszöbb gyanánt egy jó 20-25 centis gerendát, amit még át kell lépni. Kérdeztem a gondolt bácsit, hogy hát jó, ez így nem nehezíti meg nagyon különösen az időseknek a templomba jövetelét. Mire ő kioktatott engem, és azt mondta, hogy kell az megint tiszteletes úr. A mindenható előtt csak főbajtól lehet megjelenni. Nos, ez hiányzik belőlünk, hogy előtted uram, meghajtom a fejemet, meghajtom a térdemet is, és köszönöm, hogy egyáltalán elfogadsz, és utána fogadta aztán kiegyenesedhet el, és kap ajándékokat, örökkévaló értékeket, amikkel egymást is tudjuk gazdagítani. Lényegében ez történt a tékozló fiú esetében, nem? Nagy délrel durva elment otthonról, zsebében az apja pénze, amiért az apja dolgozott meg, nem ő, aztán éli világát, folyik a pénz, jöhetnek a haverok, ital, nők, amíg tart a pénz, aztán utána
nem kell senkinek egyébként. És az én halál szélére kell. És ő maga állapítja meg, hogy ha itt maradok, éhen halok meg. Hát ezt előbb is kiszámíthatta volna már, de az ördög az eszét is elveszi annak, aki az agyai házban állatva. Nos, ide jutottunk mi, ez a széles út. De egyszer csak eszébe jut, hogy az én apámnál az utolsó véres is jól lakik minden van háromszor. Mi lenne, ha hazamennék? Hát aztán befogad-e, hogy kiújnak engem otthon. Ki kell próbálni. És el kell morfondírozni, hogy ha hazamennék, azt mondanám az apámnak, hogy aztán nem csak morfondírozik, mert attól még éhen halt volna meg a disznói között, hanem ezt olvasom, hogy föl kell vélni, hazamennék. És mit mond otthon? Apám védkezte az égelmet és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy visszafogadj fiadnak, de ha lehet, bélesként itthon szeretnék dolgozni. Védkeztem, de ha lehet, neked szeretnék engedelmeskedni ezentől. Ez a szoros kapunkban belépés. Amikor nem mesélek, nem mentegetőzöm, nem másokat vádolok, hogy mások mintek rosszul, akkor engem, én mentem előre. És én mentem magamtól egy ideig, de nem akarok maradni, védkeztem, fogadj vissza gyermekednek. Aztán, ha valaki belép a szoros kapun, akkor utána szépen lépeket gyerekek előre. Mert Jézus nem azt mondta, hogy nézzetek én utána, vagy elmérkedjetek az én bölcsességeimen, hanem aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Sajnos többeket ismerek, akik eljutottak a szoros kapuig, be is léptek azon, és ott mindjárt lejönnek. És olyan hívők, akiknek semmi hasznuk a világon. Senki nem hallotta még tőlük az Isten szeretetéről szóló jó hír. Senki nem csodálkozik el, hogy ebben a mocskos világban így is lehet élni, hogy ezek élnek. Nem Isten dicsőségére való az élnek. Akkor föl kell állni, és szépen elindulni újra az Úr Jézus után. Ő pedig átformál minket egyeinkább, és elmondhatjuk, amit Pál Galata levélben írt, kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Testvéreként tudom azt, hogy nagyon sok nyomorúság vesz körül bennünket, talán mindnyájunknak sok gondunk, nehézségünk, félelmünk van, rengeteg bizonytalanságban van körülöttünk. Itt van ez a borzalmas aszály, a szívem szakadt meg, ahogy jöttünk idefelé, hogy görbülnyi a nagyságunk, mert rögök vannak, hát abban nem lehet vetni se, még tárcsával se lehet összetörni. Isten! Megpróbál minket ezzel a szárassággal is, de nagyon nagy a munkanélküliség, nagyon sok a békénység, a szívünkben, a családokban, a népek között, és így tovább, és lehetne azt mondani, hogy tessenek már békénkedni széles út, eskedünk, kit érdekel ez most? Nekünk minden nap kenyér problémáink vannak, meg békesség problémáink vannak. Csak aki kipróbálja azt, hogy hallgat Jézus megáll a széles úton, elmegy a szoros kapuig, lepakolott, kimondja, hogy védkeztek, és belép rajta, azt tudja, hogy a mindennapi kenyér, egészségügyi, anyagi és egyéb problémáink is ott oldódnak meg. Sokszor úgy, hogy semmi nem változik meg körülöttünk, de itt bélül történik valami nagy változás, és az elég ahhoz, hogy ne csak elviselhető legyen továbbiakban az élet, hanem tudjunk örömmel lépni, ami Úrunknak a lábnyomában. Jézus hívna minket, volt ember, aki válaszol erre. Mielőtt közösen is imádkozunk, javasolom most is, hogy néhányan röviden, hangosan adjunk hálát ezért a lehetőségért, és könyörögjünk, hogy adjunk nekünk helyet ehhez a lépéshez. Néhányan röviden imádkozunk.
engedjehez előtt is, és bocsáss meg, amikor megbánkozni. Amen. Megváltottál bennünket a sátán fogságától, hogy a te szeretetedben érdekelünk, és a keskény utalon járhatunk. Köszönjük a világosságodatokat, köszönjük néked gyógyításodat, köszönjük néked, hogy jövünk vagy, és vezetettél a keskény kapót, hogy át mehetünk rajta az életünket. Te veled lehessünk, és te veled élhessünk örökké. Amen. Köszönöm, Uram Jézus, hogy Te vagy az út, az igazság és a vég. Köszönöm, hogy megismerhettem, köszönöm, hogy segít és előttem jársz a testvéreinkben. Segítsen mindannyiunkat, hogy így legyen. Amen. Amen. Uram Jézus, hogy köszönöm, hogy megismerjük a testvéreket. Bocsáss meg, Uram, hogy sokszor kaptunk belőle, ne rájuk is. Nem hallgatom már. Könyörű tartom a családban, a rendkörülőket. Kegyelmet kívánok. Új Jézus, köszönjük, hogy Te hallod a magunkban elmondott imádságokat is. Köszönjük neked mindazt, amit ezen a mai napon tőled hallhattunk. Kérünk, hogy munkálkodj légy bennünk is a Te igében. És add, hogy ne essék nehezünkbe megvallani neked, meg emlékszünk a vétkeinket, és bízni abban, hogy a Te véled megtisztít minket minden bűntől. Kérjük a Te hűségedet, védelmedet, vezetésedet a jövőhetünkre is. Kérjük tőled igét, estéről estére, veled hadd legyen itt találkozásunk, és aztán veled hadd töltsük el a testben hátra levő időnket, és majd az örökké valóságot. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A Isten érdekel minket holnap este a János Evangélium a 9. részének az első 9 verséről lesz szó. Tessék előre elolvasni János 9:1-9-ig. Isten velünk, viszontlátásra. Köszönjük szépen a szolgálatot! Készítettünk egy kis szeretett vendégséget. Először úgy terveztük el, hogy kimenet, fogjuk ezt osztani, de mivel van bőven helyünkben, akkor megkérem a presbiter asszonyainkat, és azokat, akik még segítenek nekik,